mint hajnaltól a nappal és az éj. S eltűn előlem a világ, eltűn előlem az idő, s minden rejtélyes üdvösségei árasztja rám az örökké valóság. Minek nevezzelek, édes szép, ifjú hitvese? Budapest, március 14-e, 1848. Leültem, hogy szaporítsam jegyzeteimet, de nincs egy eszmém, egy tettem, melynek leírásával időmet tudnám tölteni. Egy nő, ha nem ismeri férje iránti szerelmét és tiszteletét, miért nem kérteti önmagától? Miért teremtettél engem, Isten? Ha tudnád, mit érzek, ha téged dicsérnek. Te, ki szavaiddal századok múltán is fellelkesíted nemzeted, s a dicső lélek engem szeret, s boldogságát tőlem várja. Hiszem, hogy szintoly forró és igaz szerelmet érzek, mint amilyet ő táplál iránta. Magyarország legnagyobb költőjének felesége vagyok. Petőfi Sándor. Tehát nem is vagyok méltó hozzá. Julián! Hey, Julián! Milyen jó annak, akinek van nyugodt, gondtalan az álma, aki el tudja felejteni, hogy hazájára mindenfelől fele vadak vicsorognak. Bátor, lelkesítő, imádott kis feleségem. Végre elmesélhetem, mi is történt. Mi végtelen szomorú élet lenne nélküled, ha egykor bármi rövid időre kénytelen lennél tőlem elszakadni. Ez a fél nap mi hosszúnak tűnik, ha nem vagy mellettem. Mit is tudnék csinálni az én Sándorom nélkül, aki nélkül az élet semmit mondó teher volna? Míg én tegnap az egyik asztalnál a nemzeti dalt írtam, te a nemzeti fejkötődet és a kokárdákat vartad. Bátor, lelkes, forradalmat ünneplő Julián. De mondd kérlek, mi történt az ellenzéki köpülésén? Repesve várom. A pincér azzal fogadott, hogy ezek a senkiházi firkászok, mint Petőfi, Jókai, Móricz, akiket 20 év múlva majd elfelejt az egész világ. Ha sokat ugrálnak, kivihetik őket a vérmezőre. Pedig ó hazám, ha elborul feletted az ég, és a napnak fényes orcája elhomályosul, a bilincsek nem sebezhetik meg gyermekeit kezét és lábát. Isten, hallgass meg imádságunkat! Ne hagyd győzni a gonoszokat! Pont most hagy el a mi Istenünk minket! Minket, a népet, mely méltóvá akará tenni magát őseihez! És mondd kérlek, mit jelentett nekik a 12 pont? A nemzeti dal! Minden igaz magyar ember imádsága! Bölcső dal, a forradalom indulója! És ellenségeid, az áruló. Mert te, aki figyelmezteted a népet, hogy veszély van. Nem te vagy az ellenség. Az ellenség az, aki látja a veszélyt, de hallgat. És Jókaiék egyetértettek veled? Nem, Jókai nem. Ő a forradalom halasztását és alaposabb átszervezését javasolta. Klauzál pedig gyáván meghátrált. Pedig ha holnap győzünk, Bécs talán elgondolkodik. Ha pedig nem tudunk győzni, akkor pusztuljunk el, mint Irényi a nép éhezéséről beszélt. Irényi nagyon-nagyon jól beszélt, és hozzátette, hogy csak mi, az ifjúság vagyunk hivatva arra, hogy sorsunk megváltoztassuk. Hiszen Bécsben tegnap az ifjúság barikádokat állított, és elindította a forradalmat. És ez nekünk jel, hogy a 12 pontot azonnal haladéktalanul életbe kell léptetni. Senki ilyen szenvedélyesen nem tud nézni és beszélni, mint te, Sándorom. Vesztünkre, örökös szégyenünkre vezet minden elvesztett nap a cselekvésben, és minden elvesztett perc a határozásban. Fontolgatott-e Dózsa György, mikor felkelt seregével? Fontolgatott-e Rákóczi? Vagy Robespierre? Danton! Most kell döntenünk, mert alap lehet, hogy már késő lesz. Holnap reggel ki kell vonulnunk az egyetemistákkal az utcára, és el kell fogadtatnunk, majd aláíratnunk a 12 pontot
a város közgyűlésével, majd Budán a helytartó tanáccsal. Úgy van. És a kávéházi uracsok, jurátusok egyetértettek veled? Akik nem méltók, hogy lábad nyomát csókolják. Ó, Istenem! Miért születtem nőnek? Ha most férfi volnék, akkor nem kellene itthon ülni ölbetett kézzel, hogy holnap mások vívják ki a szabadságot. Bár minden nő a kardot nyújtaná férjének, mint te, és ébresztené benne a hitet, hogy nem gyáva hölgyet hagyom, hanem erős lelkű nőt, kit a vész órájában meg nem tántorít a harc. Julián, apád szavai nem érdekelnek. S lehet, hogy neked egy földes urat szánt férjő, de én megmutatom, hogy nem egy önhit, nincstelen, tollforgató koldus vagyok. A hazájára alkalmatlan, máról holnapra élő csélcsap, kinek versét el kell égetni. Kérlek, felejtsd el apám szavait, és próbálj meg neki, próbálj megbocsájtani. És Jókai, felolvasták a 12 pontot. Kérlek, olvasd el. Igen, igen. Egy asztal körül jöttünk mindjárt, ahol már mindenki lázasan egyetértett a petíció minden pontjával. Első. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. A cenzor engedélye nélkül kinyomtatjuk a kell, és saját magunk a 12 pontot. A nép velünk van, és legyőzhetetlen. Kétségtelen, hogy Klauzál okosan beszélt. Szemben Jókai valaki a forradalom halasztását javasolta. De most nem az okos ember kell, hanem a bátor. A forradalom nagyjai sohasem fontolgattak. Lehet, hogy a katonaság lőni fog ránk. De akit ez visszariaszt, az ne jöjjön velünk holnap. Az maradjon otthon a kedvesre, vagy a felesége szoknyája mellett. Volt-e már példa a történelemben arra, hogy ezek a zsarnokok ingyen adtak volna valamit is nekünk? A professzori kar akár kizárással, vagy halálbüntetéssel is fenyegetheti a diákságot. Nem fognak kihátrálni. Nincs szükségünk arra, aki ezt a jelen rabságot többre becsüli a jövendő szabadság fényességénél. Holnap vásárba festem. Számíthatunk a földművesekre, iparosokra, juhászbojtárokra, mesterlegényekre, akik mind tetrekészek. Aztán jöhet ellenünk a katonaság, rendőrség, vagy bármilyen ördögsereg. Kikiáltjuk kívánságainkat és jogainkat. Holnap. Holnap elindítjuk a forradalmat. Ott a helyem, én is megyek! Nem, Júlián. Igaz, hogy amíg mellettem vagy, addig nyugodt és boldog vagyok, és félek, hogyha elhagysz, akkor elhány az utolsó csepp erőm is, de holnap nem. Nehéz napunk lesz. Lehet, hogy szuronyokkal kell szembenéznünk. Második. Kívánunk felelős minisztériumot Pesten. Harmadik. Évenkénti országgyűlést. Negyedik. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Ötödik. Nemzeti őrséget. Éljen a magyar honvédség. Éljen. Hatodik. Közös teherviselést. Ne csak a szegények fizessenek, adózzanak a gazdagok is. Hatodik. Az urbéri terhek megszüntetése. Szabadságot a parasztoknak. Nyolcadik. Esküdszéket, képviselet és egyenlőség alapján. Julián, érzem a közelgő forradalmat, mint ahogy a kutya megérzi a földrengést. De ez a forradalom nem lesz hiába való, akár csak a francia vagy a bécsi. Nagy dolgok készülnek itt. Egy nagyszerű, valami új, egy tűz, ami közeleg. Semmi sem mentheti meg, hogy itt Pesten is ne lángoljon fel. Azt mondod, Bécs is, nem tiltovázhatunk, cselekednünk el, Sándor. Én sosem vágytam saját hírnévre, dicsőségre nekem. Nekem elég lenne, ha veled mehetnék. Nem lehet. Én férfi ruhát öltök, és levágom a hajamat. Nem lehet, Júlián. Kolozsváron nem csak az én nevemet, a tiédet is kiáltozta a tömeg. A te állandó felhívásait az asszonyokhoz, melyekben honleányi kötelességeikre figyelmezteted őket, hát ez is a forradalom része. Te neki banka téged állít példaképül. Te, aki elhagyja vagyonos szüleit, hogy megossza velem a szegénységet. Te, aki buzdítólag áll a terveim előtt, mint hadsereg előtt a magas beemelt zászló. Hát mi ez, ha nem a forradalom ereje és hite?
9. Nemzeti Bankot. Nem kell a Bécsirot. 10. A katonaság esküdjék meg az alkotmánya. Magyar katonáikat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el tőlünk. Ha magunk országát védjük. Éljen a Magyar Honvédség! 11. A politikai státuszfoglyok bocsátassanak szabadon. Most csak egy van, az írásaiért bebörtönzött Táncsics. Holnap ki kellene szabadítanunk őt. Úgy lesz. És végül a 12. Kívánjuk az uniót Erdélyen. Júliám, a világ nem is tudja, hogy te mennyi elutaz nekem. Már alig várom a reggelt. Kit érdekelnek a besúgók, hogy elvárt meg a rendőrök? Hiszem, hogy holnap velünk az Isten. És mi feleségek imádsággal bátorítjuk a csatábainkat. Mi szeszélyes az idő, hogy a szép pillanatokat elragadja tőlünk, sebesen vágtatva. Miket hosszúnak szeretnénk, mint az életünk. És ha holnap boldogan térnél haza, én lennék az első, aki üdvözelnélek. De ha valaha elvesztél egy csatában, karom lenne a poporsó, mely téged bárfogad. Én az árnyék, mely utána szállnék a sírba, és véled együtt. Jut eszembe, Fruzsika, nem járt a Pilvaxban? De igen, betapad, mint egy harsány markotányos nő. És az idei év egész Európát elöntő forradalmaiból csak annyit érzékelt, hogy Kolozsvári Gergely, ha egyeset tudod, majd holnap belekeveredhet valami utcai verekedésbe. Istenem! Ja, és hozzátette, hogy jobban tenné, ha most azonnal hazamenne. Ma minden nőnek az volna a kötelessége, hogy férjét buzdítsa a harcra. Ne pedig útját állja cselekedeteinek. És ha ma elrontjuk dolgunkat, holnap egy egész nemzet bűnhődik majd. Boldogságom, édesanyja! Égbe szállott képzelet tündér lánya! Kedves, édes Juliskám! Holnap reggel 8 órakor találkozunk. Jókai, Vajda, Irinyi és én. Én elszavalom a népnek a nemzeti dalt. Jókai felolvassa a 12 pontot. Majd Táncsicsot kiszabadítjuk a börtönéből. Remélem, Isten is velünk lesz. Megyek, készülök. Te pedig, Julián, folytasd naplójegyzeteidet, mert Jókai már repesve várja azokat. Jó ét, édes egyetlenem. Szép álmokat, ha rólam áll. Álmodtam, hogy egy nagy hegyre mentünk fel Sándorral. Egyszer ő volt messzi tőlem előre, és én kértem, hogy várjon. És mikor közel kerültem hozzá, egy titkos, láthatatlan erő elragadta tőlem őt. Ezután ő kért engem, hogy ne fussak, várjon meg. És így haladtunk egymást elérhetően. Órák, az évek, mint pillanatok repültek el felettünk. Majd egy völgyben találkozván virágokat szedtünk. Ekkor eltűnt a láthatár szélén, csak állt, nézett, mint egy ókori félisten. Arca elhalván nyújt, és egy hervad virág koszorúval a fején, a távolból csók. Életemet, boldogságomat szeretném átadni neki, csak hogy ő ne szenvedjen. Bárcsak mindig időtlen időkig együtt maradhatnánk. Szendrei Júlia, Petri és Sándor. Március 15-e, 1840. Magyar.